Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, amiben igen, beteg vagyok. Igen, köszönöm mindenkinek, aki gratulálni szerette nekem komment részlegben, hogy milyen ügyes vagyok, hogy épp hogy megy el a hideg, és sikerült megfáznom. Az egész teret végig húztam megfázás nélkül, de hogy még a közelében sem voltam. És ma reggel felkeltem, és bum! Egy élő bacillus vagyok, gyerekek. Egy járkáló baktérium bomba vagyok. Érzem, hogy fáj a torok, nincsen hangom, meg érzem, hogy beteg vagyok. Más nincs egyébként. A beteg vagyok, ott egy kicsit furán mutogattam, szóval nem úgy vagyok beteg, hanem érzem, hogy meg vagyok fázva. Ja, de nem fáj a fejem, meg amúgy semmi bajom nincs, nem folyik az orrom, szóval ehhez képest jók vagyunk. Remélem, hogy ti is jól vagytok, ha igen, akkor írjátok le a komment részlegben, ha nem, akkor azt írjátok le, hogyha meg vagytok ti is fázva. Mert tényleg érdekel, hogy hogy vagytok. Illetve a betegség nem veszi el a kedvem, megcsináljam nektek az 1 millió forintos videónak az új részét. Még mielőtt belekezdedik a videóba, szeretnék titeket így betegen is buzdítani arra, hogy ma is szavazatok rám a Playboy Man of the Year-nek a versenyén, amin jelölt lettem az év férfi a versenyre. Vagy mi? Jelölt lettem az év férfia címre. Ja, így van. Úgyhogy ma is lehet rám szavazni. Egyébként azt hiszem ebben a hónapban leizzelek a szavazást, úgyhogy a szavazás végéig minden nap tudtok rám szavazni, és buzdítsátok anyát, apát, kutyát, macskát, hogy szavazzon rám, ott a link a leírásban, köszönöm szépen. És akkor lássuk a kommenteket, a zseniális kommentjeiteket, amiket írtatok nekem. Krista kérdezi a legelsőt, ami egy nagyon jó kérdés, hogy 1 millió forintért lemondanék-e a mostani életemről, egy gazdagabb életre cserélni azt, és a barátaimat is elhagyni, azaz egyedül lennék egy full nagy villában, magányosan. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, Krista. Ezzel poénosan akartam válaszolni, de inkább komolyan válaszolok erre, mert tényleg úgy érzem, hogy téged is érdekel komolyan a válaszom, és nem az arra, de hogy egy viccet mondjak erre, vagy poénkodjak. Biztos, hogy nem cserélném el a mostani életem egy olyan gazdag életre, ahol ülök egy villában, és a mostani barátaimat hátrahagyom. Mert hogy én a mostani életemben teljes mértében meg vagyok elégedve. Egyszerűen felülmúlhatatlan az az érzés, hogy tudom, hogy ti vagytok, és megnézik rengetegen a videóimat, és maga a foglalkozásom, amit csinálok, és az utcán leszólítanak. Meg amúgy a barátaim is nagyon jó barátok, és amúgy is semmi bajom a mostani életemmel. Kicsit össze-vissza gondolkodok, de beteg vagyok, ez a mentségem, köszönöm. Szóval tuti nem cserélném le, mert meg vagyok elégedve, és egyébként is úgy vagyok ezzel a gazdagos témával, hogy inkább megküzdök értem, mint így hirtelen az ölembe hújjon nem tudom hány millió euró, és akkor meg tudom venni a G-smercet, meg tudom venni ezt meg azt, inkább szépen, fokozatosan, és akkor tudod értékelni a dolgokat sokkal jobban, mint hogy egyből megkap. Remélem, hogy kielégítő választottam. Ismer már fel a fejemet, beteg vagyok. Én vagyok az. 1 millió forintért benne lehetek a videódban? Nagyon sokszor adódik egy olyan helyzet, hogy éppen videózom, és ott van mellettem egy nézőm, akár az utcán, akár valahol bent vagyok, akár a bankban, mondjuk erre még nem volt eset, és oda jön mellém, és benne van a videóban, szóval ingyen is benne szoktak lenni a videóban, soha nem vállalnám el azt, hogy 1 millió forintot fizessen egy nézőm csak azért, hogy szerepeljen egy videómban, mert ez kihasználásnak érzem. Bármikor ott vagyok és videózok, látjátok, akkor nyugodtan gyertek oda, és benne lehettek a videóban. Találkozókon is mindig benne voltak, Győrben is mikor voltam, benne voltak a videóban, de az ne legyen, hogy úgy jöttek oda hozzám az utcán, szia, videózol? Nem, akkor vedd el a telefonodat, videózzál le engemet, és rakjál majd bele a videódba, mert ez így nem játszik annyira. 1 millió forintért összejönni egy 15 évessel? Gondoljuk végig reálisan. A Madonnának a pasia 25 éve fiatalabb nála. Szóval, hogyha nincs meg az élete szerelme, akkor ne csüggedj, mert lehet, hogy meg se született. 1 millió forintért befestenéd a hajat pinkre? Én nem, de tudok egy szemét, aki ingyen is, drága lakótársa. Múltkor elmentünk vásárolni hajfestéket, és rózsaszín hajfestéket akart venni, lebeszéltem róla, hogy ne. 1 millió forintért végigmennél az utcába egy szál semmiben. Végig gondolván, az éjjel játszhat, hogyha éjjel van? Habár Budapesten ez nem sokat segít, mert nagyon sok turista bulizik éjjel, viszont az meg nagyon sokat segít, hogy a turisták úgyse tudják ki vagyok, és nem fognak még egyszer látni az életben, szóval éjjel végigmennék egy szál semmiben 1 millió forintért az utcán. 1 millió forintért reklámoznál egy rossz terméket, ami neked nem vált be, de csupa jót kéne mosolyogva mondanod róla? Ez nagyon jó kérdés, kedves Zsuzsanna. Ugyanis nagyon sokszor jön szembe az, hogy egy videós olyan szponzorációkat vállal el, amit amúgy nem szeretne, de szüksége van a pénzre, vagy éppen éhezik a pénzre, hogy minél több pénzre legyen, és elvállalja és mosolyogva mond a egyébként rossz termékről olyat, ami egyáltalán nem igaz. Nekem szerintem a karrierem során egyszer nem volt olyan, hogy olyat vállaltam volna el, amit amúgy nem szerettem volna. 1 millió forintért kisminkelnéd magad és felvennél egy nagyon rövid szoknyát. Hát nagyon sok minden volt már a csatornámon, de azért még egy kis önbecsülésem van, úgyhogy ez még csúszson át mondjuk a jövő évre vagy azutánra. Mármint, hogy ingyen megcsináljam, pénzért sem csinálnám jelenleg meg, de hogy biztos el fog jönni az az idő, amikor kisminkelnek engem videóban. 1 millió forintért újra járnád az általánost és a középiskolát, ha 32 éves korodra fejeznéd be? Hát ez egy elég érdekes kérdés, ugyanis valamilyen szinten hiányzik a suli, de a közösség miatt.
nem járnám 1 millió forintért újra. Sőt, 5 vagy 10 millió forintért sem járnám újra, nem azért, mert nem szeretek tanulni, azért, mert egyszerűen elpocsékolt idő lenne, mert tudom egyébként, hogy miket tanultunk, és tudom, hogy mit hasznosítanék az életben, és tudom, hogy azokat már megtanultam, amit hasznosítok, és unnám az egészet. A közösség miatt jó lenne, de amúgy meg nem. Kus! 1 millió forintért felbérelnék egy csapatot, akik lopják nekem a fát. Nem kell felbérelnem ilyen csapatot, mert van ilyen csapatom már. Igaz, hogy most a csapat egy részét a rendészek és az erdészek letartóztatták a múlt héten, de nyomjuk tovább, a biznisz nem áll meg, gyerekek, és megállíthatatlanok vagyunk. Ha segítségkel szólok, és a Dezső Bence részek tudom, hogy számíthatok rátok, és jöttök fát lopni Erdélybe. Amúgy kellett csinálni egy ilyen mozgalmat, csak illegális lenne nyilván, mert hogyha odaállunk 10 000-en, akkor egy erdőt pikpak ki tudnánk írtani, úgyhogy inkább nem mondtam semmit. Szólok, hogyha lesz meló, jó? 1 millió forintért szerepelnél a Mónika Show-ba? Én egy nagyon nagy Mónika Show rajongó voltam, és vágom az egészet kívülről, fejből megy minden, úgyhogy ingyen is szerepeltem volna benne, és szanaszét szivattam volna mindenkit. Körülbelül ez így történt volna, igen. A mostaniban meg nem, mert ez nem annyira vicces, nem tudom, verekedés meg káromkodás nélkül nem annyira jó a mostani. Habár most is ugye a Mónika Show-nak a felújított Anikó verziójára beszélek, most is voltak azért jó beszólások, tehát hogy kezd hasonlítani rá, de verekedést szeretnénk látni, Anikó, jó? Vissza akarjuk kapni a vámpírt, jó? Meg a baseballütőt. 1 millió forintért levágnád a hajat kopaszra 3-szor. Hogy vágod a kopaszra 3-szor a hajat, ha már egyszer levágtad, akkor nem vagy kopasz? Figyelj, 1 millió forintért levágom 3-szor, ha megmondod, hogy hogy kell, én nem tudom, hogy kell. 1 millió forintért kifesteni Szabi szobáját rózsaszínre. Szabi! Szabi! Szabolcs! Szabi! Nem tudom, hogy hol van. Ingyen is kifesteném a szobát, csak meg akartam kérdezni, milyen véleménye erről, de adtál egy jó ötletet. És ennyi lett volna az a videó, remélem, hogy így betegen is tetszett nektek ez a videó, remélem szórakoztatónak találtátok. Lehet, hogy így betegen egy picit más volt az egész dolog, de elérkeztünk a videó végéhez, hogyha tetszett nektek, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, még nem vagytok, ne felejtsétek el a Playboyt, ott a link a leírásban. Illetve találkozunk a következő videóban, én Dezső Bence vagyok. Sziasztok! I'm thinking about it every night.